A választási kampány véghajrájában egyre feszültebbek a pártok és a választópolgárok is. Ma reggelre újabb rongálásra lettek figyelmesek a demokratikus koalíciós pártvezetői. A szervezet tavaly novemberben nyitotta meg irodáját Dunaújvárosban. Az anyagi kár jelentős, a feljelentést megtették a párt képviselői. Ugye Dávid csillaggal, illetve talán vörös csillaggal fújták össze az irodánkat. Az irodánk ajtaját nagyon felháborítónak és nagyon botrányosnak tartom, hogy emberek így próbálják kifejezni a véleményüket, nem jönnek ide hozzánk, nem mondják meg személyesen, hogy mi a probléma, nem beszéljük meg azt, hogy mi lehet, így nem lehet vitázni egy demokráciában. Nem ez volt az első eset, ami történt városunkban. A Jobbik helyi szervezetének irodájába is betörtek, a zárat felfeszítették, úgy hatoltak be a kirendeltségbe. Akkor ott az anyagi kár nem volt jelentős, a számítógépet tulajdonították el, amin több fontos és bizalmas információt tároltak. A számítógépünket tulajdonították el, szépen széthúzták a kábeleket, és azt az egy eszközünket vitték el, több érték is volt az irodánkban, mégiscsak ez az egy eszköz volt, amit ők akartak vinni. Tavaly januárban a Jobbik helyi szervezetének piactéri irodáját gyújtották fel, és akkor is a számítógépet akarták eltulajdonítani a tolvajok. Az esetek kapcsán a rendőrség nyomozást indított ismeretlen tettes vagy tettesek ellen.